Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Először is mindenkinek szeretnék kellemes és boldog új esztendőt kívánni, így a hadtörténeti délutánok nagyjából 16. évadának első rendezvényén. Akivel esetleg még nem találkoztunk volna, én jól magam Szám Weber Norbert vagyok, itt a HM Hímen belül a hadtörténelmi levéltár és térképtár igazgatója, és a mai előadást is én szeretném megtartani. A mai előadás témája egy olyan haditechnikai eszköz, amely a II. Világháborúban megítélésem szerint elsősorban a magyarországi hadszíntéren, illetve a nyugati fronton igen meghatározó harcászati szerepet töltött be, de ettől függetlenül a szakirodalom, hát ha nem is mostoha gyerekként bánik vele, de viszonylag keveset lehet tudni. Miről is van szó? Egy olyan fegyverrendszer tulajdonképpen, amelynek az alapjai és a fő darabjai, azok a háború során külön-külön keletkeztek, majd egyszer egy bizonyos időben és térben valaki úgy gondolta, hogy ezeket az elemeket egyesítve egy nagyon fontos támogató fegyverrendszert hozhat létre. Hogy ki volt ez a valaki, ez Adolf Hitler volt, ugyanis tőle soha nem állt távol részben a hadszervezés, részben pedig a haditechnikai kérdésekbe való beleszólás. Ezt a német birodalom vezére eléggé változó minőségben tette. A szakirodalom hemzseg az olyan elképzelésektől, amelyek csak az energiát emésztették a német háborús erőfeszítések keretében. De volt néhány olyan ötlete, vagy olyan szempontrendszere, amely a későbbiekben bevált. Nem akarok elébe menni a saját mondandómnak, de én úgy gondolom, hogy ez a valami, amiről ma beszélni szeretnék, illetve majd a fórum részben közösen megvitatnánk, és ez a fegyverrendszer megítélésem szerint erősen bevált. Adolf Hitler 1944. július legelején egy úgynevezett helyzetmegbeszélésen állt elő azzal az ötlettel, hogy a keleti hadszíntéren a szovjetek nemrégiben megindított Bagration hadművelete keretében szétvert német páncélos és páncélgránátos hadosztályok helyébe olyan kisebb létszámú, de tulajdonképpen összfegyverelmi páncélozott harcra alkalmas harccsoportokat kell felállítani, amelyek pótolhatják ezeket a kiesett seregtesteket. Ezek lettek a későbbiekben az úgynevezett önálló páncélos dandárok. Nem sokkal később ezeket a páncélozott harccsoportokat páncélos dandárnak nevezték át. Első körben, még 44 júliusában kialakult az első koncepciója ezeknek a dandároknak a hadrendére vonatkozóan. Tulajdonképpen egy páncélos osztály és egy páncélozott páncélgránátos zászlóajnak a házasságáról van szó, amelyet támogat egy páncélozott páncélos utász század is. Ami nagy különbség a 1942-től már a németek által előszeretettel alkalmazott úgynevezett páncélozott harccsoporthoz képest az az, hogy ezeknek az önálló dandároknak nem volt önjáró tüzér eleme. Tehát az egyik legfontosabb tűztámogató feladatot, az önjáró páncélalvédett tábori tüzérségnek a feladatát ebben a páncélos dandár típusban semmi nem tudta pótolni. Valamennyire Adolf Hitler is elgondolkozhatott ezen, mert július második felében azzal állt elő, hogy a kezdetben 10 ilyen felállított páncélos dandárból 6-ot, a 105-től a 110. páncélos hadrendi szám szerint számozott páncélos dandárig, ezeknek a tűzerejét ötlete szerint meg kellene növelni. A 101., 102., 103. és 104. dandárt már elkezdték szervezni, és ezeknek a hadrafoghatósági határideje erősen közeledett már augusztusban, ezért őket Hitler újabb ötlete nem érintette. A Führer azt találta ki, hogy a Luftwaffe raktáraiban a különböző repülőgép típusok átfegyverzése után nagy számban megmaradó MG-151, illetve 151/20, tehát a 15 mm-es és a 20 mm-es nehézgéppuska, illetve gépágyú állományból kellene ezeknek a páncélos dandároknak a páncélozott páncélgránátos zászlójaiban olyan harcjárművet létrehozni, amelynek hát legalábbis több feladatú fegyverzete lehet. Tehát alapvetően az ötlet egy repülőfedélzeti fegyverből adódott.
Ennek a fegyvernek ugye a alaprendeltetésénél fogva többfajta lőszere is volt, így volt például páncéltörő gyújtó, sima páncéltörő, illetve repesz gyújtó hatású lőszere. Mindegyik lőszer típusa ugye a repülőgép fedélzeti eredeti feladatkörből adódóan fényjelző volt. Ennek a fegyvernek, most még az MG-151-ről beszélek, ennek ugye a páncélozott repülőgépek elleni esetleges alkalmazás miatt nem lebecsülendő páncélátütő képessége volt. Ez azt jelentette, hogy 90 fokos becsapódásnál 300 méteres távolságból a nagyjából alapfelszereléshez tartozó páncélgránát, 15 mm-es páncélgránátról beszélünk, az 25 mm-es homogén acénpáncélt ütött át. Az újabb ötlet az volt, hogy a német haditengerészet által már ezt a fegyvert alkalmazó konstrukció, amely egy lövegtalból, tehát kerekek nélkül lövegtalból, tulajdonképpen egy fegyverállványból állt, és ebből az MG-151, illetve a 151/20-asból, tehát a 15 mm-es és a 20 mm-es fegyverből homogén módon, tehát vagy 15 mm-eseket, vagy 20 mm-eseket, három fegyvert szereltek egy ilyen fegyverállványra, és ezt nevezték el német szóval drillingnek, azaz hármas ikreknek. Ezt a konstrukciót a német szárazföldi haderő előtt már használta részben a német haditengerészet, ahogy említettem, illetve a birodalmi vasút is, a gördülő anyagok alacsony támadó repülőgépek elleni oltalmához. Amikor az ötlet megszületett július 2. felében, hogy ezt a fegyvert lövészpáncélosra telepítsék, akkor már korán látszott, hogy itt arról lehet szó, hogy a fegyver irányzója a saját testsúlyát, illetve a súly áthelyezéssel fogja ezt a fegyvert irányozni. Ebben semmiféle műszaki megoldás nem volt, nem volt benne semmi áttétel, vagy emeltő, bármi ilyesmi. Itt egyszerűen fizikai módon két erős váltámasszal az irányzó a saját testének elforgatásával horizontális és vertikális irányba mozgatta ezt a fegyvert. Láthatjuk ezen a képen. Tulajdonképpen ez már az SDKFZ 251, amely a drillingek hordozójárműjeként szolgált. Itt van a három cső, itt van maga a egymás mellé épített három fegyver, itt pedig az irányzó. Az irányzást földi célpontok ellen egy háromszoros nagyítású, 8 fokos szög alatt látó irányzóműszer segítette, a légi célok ellen pedig a hagyományos szálkereszt volt rendszeresítve. Maga a harcjármű az oldalról, illetve szemből tulajdonképpen az alaptípushoz, tehát a SDKFZ 251 lövészpáncéloshoz képest nem lett sokkal magasabb, és szemből, tehát maga a cél mérete, vagy a cél sziluettje jelentős mértékben nem növekedett, és ezt kezdettől fogva pozitívan értékelték. Itt látható egy színes grafika arról, hogy nagyjából hogyan is nézett ki egy ilyen 1941. augusztus végén, szeptember elején a Berlin melletti szerelő üzemből kigördülő átalakított német lövészpáncélos. És miután ezek az eszközök elkezdtek kigurulni a módosítás után a szerelő műhelyekből, a német szárazföldi haderő főparancsnoksága a már említett hat dandárnak átdolgozta az állománytábláját, illetve a hadrendjét, ami azt jelenti, hogy az alapkoncepció megmaradt, tehát az egy Panther harckocsikból álló páncélos osztály, amelyet nem szervezetszerűen, hanem tartós alárendeltségben egy vadászpáncélos század támogatott, és ugye a páncélozott páncélgránátos zászlóalj. Amely azonban a korábbi három század helyett immáron öt századból állt, és mindjárt meglátjuk, hogy miért. A többi elem az tulajdonképpen változatlan maradt, de a páncélozott páncélgránátos zászlóalj szervezetét is és harc eljárásait is ettől kezdve a drillingek határozták meg. A páncélos dandárban a drillingek száma 45 volt. Ez úgy oszlott meg, hogy a páncélozott páncélgránátos zászlóaljban volt 42 darab harcjármű, egyéb sok más mellett, erre mindjárt kitérek,
illetve a páncélos osztálynak az ellátó századában volt 3 darab jármű, amely nem lövészpáncélosra, hanem félánctalpas vontatóra volt felszerelve. Itt látható a nyugati fronton készült egyik kép. Ugye az látható, hogy ez a fegyverrendszer viszonylag nagy szögtartományban is emelhető volt, ugye főleg azért, mert többek között, erre mindjárt részletesen ki fogok térni, többek között légi, alacsony repülő légi célok ellen is tervezték alkalmazni. Néhány alap információ magáról a harcjárműnek a tűzerejéről, ugye 4 fős kezelőszemélyzete volt, volt egy parancsnoka a harcjárműnek, egy harcjármű vezető, egy irányzó, akiről már láttunk ugye példát, illetve legalább egy lőszeres, de általában 2 és 3 is szolgálhattak az irányzó mögött, akik igazából a lőszer utánpótlásról gondoskodtak. Nagy tűzgyorsaságról beszélünk, csövenként kb. 700 lövés percenként, az ugye 2100 lövés, és elméletileg ugye ez azt jelenti, hogy csövenként és másodpercenként 11 gránát hagyja el a csövet. Ez természetesen a gyakorlatban valamivel alacsonyabb volt, de még így is iszonyatos tűzerő keletkezett. 3-5 gránát volt egyébként a csövenkénti gyakorlati tűzgyorsaság, és ezt a németek el is nevezték tűzcsapásnak, ez volt gyakorlatilag a drillingek harc és tűzvezetésének az alapja, tehát a tűzcsapás. Ahogy említettem, a csőemelkedési szöge függőleges irányba, ugye a -5 és 49 fok között volt változtatható, és körbeforgott maga ez a bizonyos fegyverállvány, tehát 360 fokban lehetett vízszintes irányban irányozni a fegyvert. A lőszer javadalmazása az 3000 lőszer volt még hozzá úgy, hogy minden 8. páncélgránát volt. Az összes többi lőszer pedig gyújtó, repeszgyújtó lőszer volt tulajdonképpen, és hogy említettem, mindegyik fényjelző. A 3 fegyveren belül a lőszer, hevedezett lőszer adagolás alkalmaztak, ami azt jelenti, hogy a 2 szélső fegyver 250-250 lőszeres hevederrel rendelkezett, zárt tulajdonképpen egy lőszeres ládában, és a középső cső, mivel annak az utántöltése kicsit bonyolultabb volt, az egy 500-as hevedert kapott. Ugye a páncélgránátnak a kezdősebessége érdekes módon alacsonyabb volt, mint a repeszgyújtó lőszeré, 850 méter per szekundum, a másik ugye pedig 960 méter per szekundum, tehát ez ugye még a repülőgép fedélzeti fegyver forrásából vagy eredetéből származik. És úgy, mint említettem, nem lebecsülendő páncélátütő képességgel is rendelkezett. A páncélozott páncélgránátos zászlóaljon belül az 500-ból 4 rendelkezett valamilyen formában drillingekkel. Az első 200-ban egy-egy szakasz volt 6-6 kocsival, ezek voltak a negyedik szakaszok az első és a második század viszonylatában. A harmadik században már 2 drilling szakasz volt, 2x6 harcjárművel. Így gyakorlatilag a századnak nem volt nehéz fegyverszakasza, hanem a 2 páncélgránátos szakasz mellett 2 drilling szakasz volt. A negyedik század az homogén drilling század volt, tehát 3 drilling szakasszal. Rajtuk kívül már csak 2 darab parancsnoki lövészpáncélos volt, és az ötödik vagy nehéz fegyver században nem volt drilling. Itt látható a rajzos fadrendi ábrája ennek a típusú páncélgránátos zászlóaljnak. Ugye itt vannak a drillingek betéve szakaszonként, lehet látni a 4. század gyakorlatilag csak drillingekből áll, és ugye ez az 5. vagy nehéz fegyver század. Magának a zászlóaljnak a lövészpáncélos mennyisége az nagyon tekintélyes, sokkal magasabb, sokkal nagyobb mennyiségű lövészpáncélos volt ezekben a típusú páncélgránátos zászlóaljakban, mint a 1944 mintájú német páncélos hadosztály páncélgránátos zászlóaljaiban is. Látható összesen 115 kocsi, és ebből 42 drilling volt. Az alaptípusokat alapul véve ugye ebből volt a legtöbb, még egyel több, mint az alap lövészpáncélosból. A néhány kép, ez a nyugati fronton készült, nagyjából enyhén álcázva ilyen képet festett egy ilyen drilling bevetés közben. A páncélgránátos századokban, illetve a nehéz fegyver században a páncélozott tűzerőt több más harcjármű egészítette ki. Például a képen látható 7,5 cm-es rövidcsövű harckocsiájúval felszerelt
251/9-es, illetve a 8 cm-es aknavetővel felszerelt 251/2-es lövészpáncélos, illetve tulajdonképpen harcjármű, hiszen ezek fegyverhordozó páncélozott harcjárművek voltak. A nehéz fegyver században rendszeresítettek 2 12 cm-es gépfontatású aknavetővel felszerelt szakaszt. Ezek tehát nem lövészpáncélosról tüzeltek, hanem a lövészpáncélosok vontották ezeket az aknavetőket, majd úgy helyezték őket tüzelőállásba, és a harcjárművek igazából ezek mozgatásában harc közben nem vettek részt. És minden ilyen nehéz aknavető szakasznak volt egy-egy olyan lövészpáncélosa, amelyet sorozatvető keretekkel szereltek föl. Ezek közül az egyik keret az 32 cm-es, a többi pedig 28 cm-es rakétalövedékeket lőtt ki. A 32 cm-es az lángszorolaja volt töltve, a többi az pedig gyakorlatilag robbanó anyaggal. A drillingek tűzvezetését és harceljárását 1944. augusztus elején rendkívül részletesen kidolgozták. Ahogy említettem, az egésznek az alapja a 3-5 gránátból álló tűzcsapás, csövenként lőtt tűzcsapás volt. A tapasztalati jelentések alapján a legideálisabb lőtávolság az 600 és 1200 méter között váltakozott. 1800 méterig a tapasztalatok szerint minden további nélkül a találat igen nagy arányának lehetőségével tudtak tüzelni. Mivel itt repülőgép lőszerről beszélünk elsősorban, függőleges irányba 1200 méteres magasságban, vízszintes irányzáskor pedig mintegy 2000 méteres távolságban lépett működésbe az önmegsemmisítője a lőszernek, ami azt jelentette, hogy elműködött a gránát akkor is, hogyha addig nem csapódott sehova. Na most ezt a németek ki is használták, és a későbbiekben, Magyarországon is nagyon sok esetben, a támadáshoz gyülekező szovjet lövészgyalogságot nagyjából 2000 méterre közelítették meg, majd ösztüzet lőttek a drillingekkel, és megvárták, hogy mi lesz a hatás. Gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy a teljesen gyanútlan szovjet lövészgyalogság tömörülő soraiban, hát mondjuk ha két szakasz, ugye 12 kocsival, kocsinként 3 csővel tüzelnek, másodpercenként 3-5 gránáttal, hát azt el lehet képzelni, hogy milyen hatás volt a célban. Az alapelképzelés az volt, hogy ez egy támadó súlyponti fegyver, tehát mind a páncélgránátos századok, mind pedig maga a zászlóalj a drillingeket súlyponti fegyverként szakaszkötelékben alkalmazza, és az alapfeladata a drillingeknek a földi célok elleni harc volt. Nem a légvédelem, az másodlagos, hanem a földi célok elleni harc, elsősorban a páncéltörő ágyuk, páncéltörő puskák, illetve a nehézgép puskák ellen, ugyanis a páncélos dandároknak a páncélgránátos zászlóaljai főfeladatként azt kapták, hogy a páncélos osztály pántereit támogassák. Vagyis, amit a harckocsik a legnehezebben tudtak leküzdeni, ezek a jól rejtett páncélállító fegyverek voltak, a páncélgránátos zászlóaljának ezt kellett felszámolnia, illetve semlegesítenie. A harcászati szabályzat szerint ezeknek a páncélos dandároknak a páncélgránátos zászlóaljai csak és kizárólag harcjárműről harcolhattak. Nagyon-nagyon ritka alkalmakkor engedélyezték számukra azt, hogy harcjárműről szállva gyalogharcban vegyenek részt. Azért kaptak ekkora tűzerőt, hogy a tűzerő, a páncélvédettség és a mozgékonyság hármasát kihasználva gyakorlatilag kövessék az utolsó pillanatig a harckocsikat támadásban. Ezeket a páncélos dandárokat arra hozták létre, hogy legyen a parancsnokok kezében egy gyors, beavatkozó, ellenlökésre alkalmazható erő. Tilos volt őket védelemre használni. Tehát állóvédelemre semmiképpen, de még mozgóvédelemre is csak külön parancs alapján. Mivel minden harcjárműben, és nem csak a drillingekben, hanem a páncélgránátos zászló, minden harcjárműben volt rádió, ezért rendkívül rugalmasan lehetett őket harc közben vezetni. A tűzvezetés alapja fél szakasz volt, tehát 3 kocsi, 6 kocsi volt egy szakaszban. Így gyakorlatilag egy időben, egy helyen, egy célra 9 cső nyitott tüzet.
A tűzkiváltás rövid megállásból történt, tehát az előremozgás közben a szakaszparancsnok kijelölte a célt, vagy a célcsoportokat, és a félszakaszok rövid megállásból egymást váltva, mozogva, illetve fedezve harcoltak, és rövid megállásból lőtt tűz után folyamatosan törtek előre, vagy haladtak előre tovább az újabb tüzelőállásokig. Arra utasítást kaptak, hogy legyenek alkalmasak gyorsan váltani a földi célokról az esetleg megjelenő és beavatkozó alacsonyan támadó légi célok elleni harcra is. Mivel itt arról van szó, hogy egy felül nyitott harcjármű harcol, és páncélgránátos szakaszok is állnak rendelkezésre század, illetve zászlóhaj szinten, ezért a rossz közelvédelme miatt minden drilling szakaszt általában egy páncélgránátos szakasznak kellett támogatnia, és közösen alkalmazták ezeket a drilling szakaszokat a nehéz fegyver szakaszokkal, századon belül, hogyha volt ilyen, vagy ha nem, akkor az 5. nehéz fegyver századnak a szakaszaival együtt. A 4. század, ami csak drillingekből állt, az önálló feladatra is alkalmas volt. Ez a zászlóhaj parancsnok kezében gyakorlatilag egy ilyen részben tartalék, részben pedig súlypontképző elem volt. Ennek segítségével úgynevezett tűzarcvonalat tudott létrehozni. Tehát nagyjából egy vonalba viszonylag keskeny lépcsőzéssel állt föl ez a 18 darab drilling, és az iszonyatos tűzerejével lekötötte az ellenségnek a figyelmét, illetve részben megakadályozta a manőverét, a mozgását, és ez nagyon alkalmas volt arra, hogy ennek a dandárnak a szárnyát is biztosítsák drillingekkel, de amikor a drillingek a szárnyakra kerültek ilyen biztosító feladatkörbe, akkor mindig páncélgránátos szakaszoknak kellett támogatni, nehogy páncélrombó osztagok áldozataivá váljanak. Ebből következőleg az utcai és az erdei harcban a drillingek mindig rohamoztak részeként, általában egy-egy jármű, egy-egy páncélgránátos rajjal közösen vett részt a harcokban. Mivel egy harcjármű is példátlanul nagy tűzerővel rendelkezett, ezért igen kiváló volt utóvét feladatokra, általában arra, hogy amikor az ellenlökés vagy elérte a célját, vagy pedig az ellenség ellenállása miatt a további támadás nem látszott értelmesnek, akkor az elszakadó manőver alatt a drillingek vették át ezt a feladatot, és az ő tűztámogatásuk mellett lépcsőzetesen vonult vissza a tandár. Mivel ugye fényjelző lőszerekkel harcolt ez a harcjármű típus, éjszaka sokkal nagyobb volt a lélektani hatás, mondom, hogy nappal se volt kicsi, tehát azért ezt el tudjuk képzelni, de éjszaka valami hihetetlen látvány, illetve hihetetlen lélektani hatással bírt, mondjuk akár csak egy drilling szakasznak a tűzmennyitása. Na és akkor térjünk rá igazából a magyarországi hadszíntérre. A drillingek magyarországi premierje az 1944. októberében volt, ugyanis abból a 6 páncélos dandárból, amelynek végül is az első körben drillingek jutottak, abból 2 Magyarországon szerveztek, a 109. és a 110. páncélos dandárt, a 109-et Esztergom táborban, a 110-et pedig Őrkény táborban. De mivel a nyugati hadszíntéren 44. szeptemberében különböző tapasztalati jelentések alapján úgy döntöttek, hogy bár maga a páncélos dandár mint harccsoport bevált, de egyrészt a személyi állomány tapasztalatlansága részben a nyugati fronton egy-két parancsnok által elkövetett harcvezetési hiba miatt úgy döntött végül is a szárazföldi haderő főparancsnoksága, hogy ezeket a dandárokat, eljel közzel az összeset, azokat már létező páncélos vagy páncélgránátos hadosztályokba sorolja be, részben utánpótlás, részben pedig összfegyelmi támogatás céljából. Így a 110. páncélos dandár Magyarországon a német 13. páncélos hadosztályba került, a 109. páncélos dandár pedig a Fertenhalle páncélgránátos hadosztályba. 44. októberében az alföldi páncélos csatában a 109. páncélos dandár még részben önállóan harcolt, mert a hadműveletek előbb kezdődtek meg, mint hogy az ő betagolásuk befejeződött volna. Itt látható néhány kép, ezek Magyarországon készültek, ugye ez a Fertenhalle egyik lövészpáncélos oszlopa, itt látható az egyik drilling, ez már sokkal egyértelműbb kép, ez egy drilling szakasz, láthatóak a harcjárművek, és ahhoz, hogy ezt igazából harc közben is fel tudjuk mérni, hogy milyen hatása volt egy ilyennek, én az alföldi páncélos csata viszonylatában két
harccselekményt választottam ki. Az egyik, az Balmazújvárosnál történt 1944. október 19-én. Itt van Balmazújváros. Déli irányból támadott a szovjet első gárda légideszant hadosztály, és gyakorlatilag a 13. páncélos hadosztálynak a páncélozott harccsoportja arra kapott parancsot, hogy a előre nyomuló szovjet lövészgyalogságot akadályozza meg abban, hogy elérjék a településnek a szélét. Hát ezt tulajdonképpen végre is hajtották, ugyanis a páncélozott páncélgránátos zászlóalj néhány panterrel, illetve vadászpáncélossal megerősítve meg is indult, és az egyik visszaemlékező német páncélos utásztiszt, aki részt vett ebben a támadásban, az ő szavaival élve úgymond ilyen harapófogó alakzatba nyomultak elő a lövészpáncélosok, tehát igazából félkör alakzatba, és szinte egyszerre nyitották meg a tüzet. Körülbelül egy órás volt a harctevékenység, a szovjet lövészgyalogságot a megindulási állásaikba vetették vissza, így tehát az előre nyomuló lövészpáncélosok mögött az páncélos utászok elkezdték tisztogatni a még visszamaradt ellenálló támpontokat, illetve tüzelőállásokat. Summa summarum, ez a német páncélos utásztiszt azt írta a visszaemlékezéseibe, hogy 2000 halottat számoltak meg. Na most ez azért erős túlzás, de annak a német páncélgránátos zászlójának a hadinaplója, aki végül is ezt a támadást végrehajtotta, annak a hadinaplójában is 330 megszámolt szovjet holttest szerepel. És mindezt egy óra alatt, és ugye ebben nincsenek benne a sebesültek, amelyeket esetleg a szovjetek még el tudtak szállítani. Tehát viszonylag kis idő alatt hihetetlenül koncentrált tűzerővel végrehajtották a feladatot. A másik ilyen érdekes összecsapás, az néhány nappal később Szent Margita pusztánál, ez Polgártól, Tisza mentén Polgártól délre található, ennek itt a vasútvonal volt igazából a alfája és origója, itt van Szent Margita puszta, és itt a 110. gárda lövészhadosztály volt védelemben, nehéz tarackos tüzér osztályokkal megerősítve, és a németek a 13. páncélos hadosztály a saját páncélozott harccsoportját három részre osztotta. A drillingek a kelet felől támadó két harccsoportba nyertek beosztást. Anélkül itt most a részletekbe elmerülnénk, az a lényeg, hogy gyakorlatilag a drillingek tűztámogatásával a páncélgránátos zászlóalynak a második százada elsöpörte a 110. gárda lövész hadosztálynak a jobb szárnyát, és felszámolt egy tüzérosztályát, és lerohant még egy nehéz tarackos tüzérüteget is. Ezt a tüzérüteget, ezt 4 darab SU-76 önjárólag biztosította az 1815. önjáró tüzérezrednek az állományából, és a drillingek a saját tűzerejükkel, tehát ugye minden 8. páncélgránát elve alapján, saját tűzükkel mind a 4 SU-76-ot kilőtték. Itt látható ugyanez az összecsapás a szovjeteknek abból az olvasatából, hogy látható itt a manővere is a németeknek, tehát nem csak beletolták a kést a szovjetekbe, hanem jól meg is forgatták. A magyarországi hadszíntéren a budapesti hadművelet kezdetekor, tehát október végén, október 29-én ez a két alakulat, tehát a Fertenál és a 13. páncélos hadosztály rendelkezett drillingekkel. Rögtön az elején, november 3-án tulajdonképpen életmentő műtétet hajtottak végre a drillingek Budapest előterében, amikor is a szovjet második gárda gépesített hadtest egyik dandára Pesszent Imrétől közvetlenül délkeletre tört előre, és az a veszély fenyegetett, hogy a mai Nagykörösi úton gyakorlatilag be fognak hatolni az Attila vonal mélységébe. Ekkor az alföldi páncélos csatából lábon átcsoportosított páncélozott páncélgránátos zászlója a 13. páncélos hadosztálynak, amely Soroksára érkezett be először november 2-án. November 3-án hajnalban azzal a lendülettel ellenlökést kezdett, és nagyjából 100 méterre onnan, ahol lakom most, indult el az első 200-ad, a másik 300-ad pedig Pesszent Imrét keletről kerülte meg, és mintegy másfél órás harcban ezt a szovjet gárda gépesített dandárt harckocsistul mindenestül visszaszorította.
Ennek azonban ára volt, ugye a 66/1-es páncélgránátos zászlóalj, az a 13. páncélos osztálynak volt ez a lövészpáncélos zászlóalja, ez eredetét tekintve a 110. páncélos dandárból származott. Na most az eredeti 42 drillingből november elejére már csak 31 van meg, tehát részben az alföldi páncélos csatában, részben pedig itt az Attila vonal előterében vívott harcok azért veszteségekhez is vezettek. Nem így a november, vagy nem kevésbé a novemberi harcok, hiszen látható, hogy a budapesti hadművelet második szakaszának a végére ebben a zászlóban már csak 24 drilling maradt. Ezt valahogy pótolni kellett. November elején a nehéz fegyver század kapott 3 gépvontatású 7,5 cm-es páncéltörő ágyút is, és ezt a vázlatot azért tettem be, mert nagyon érdekes, ez Aszód és Kartal között az úton a 5. nehéz fegyver százada ennek a lövészpáncélos zászlóalnak készített egy tűztervet arra az esetre, hogyha a szovjetek lövészgyalogsággal támadnának. Gyakorlatilag itt a páncéltörő ágyúknak láthatjuk a tűzrendszerét, itt pedig a már sokat emlegetett 12 cm-es aknavető szakaszoknak a tüzelőállásai vannak, ez pedig itt az előre tolt tüzérségi megfigyelő, aki ezt az egészet összehangolta. December 15-én, amikor nagyjából a főváros körül már szorulni kezdett a szovjet gyűrű, a 13. páncélos hadosztálynak a lövészpáncélos zászlóalja az ilyen állapotban volt. Látható, hogy nagyjából a felére csökkent a harcképes drillingeknek a száma. De nem csak a harcjárművek száma csökkent, hanem az arra kiképzett szakembereknek a száma is. És ez később jelentős következményekkel járt. Mint látható, a Fertenhalle páncélos hadosztály, illetve a 13. páncélos hadosztály összesen 49 drillinggel rendelkezett, ebből 38 technikai szempontból bevethető volt, de ugyanakkor sok beosztásban hiányoztak a megfelelően kiképzett katonák. Elsősorban a Fertenhalle viszonylatában voltak nagyok az ilyen típusú hiányok. 1944 legvégén, december 30-án a keleti hadszíntéren, illetve a nyugati fronton alkalmazott drillingeket próbáltam én itt számba menni. Látható, hogy a keleti hadszíntéren egészen addig tulajdonképpen 8 harcjárművet leszámítva csak Magyarországon harcoltak drillingek. És ez már több hónap, tehát ugye elkezdődött október elején, november-december, tehát 3 hónap, és a keleti hadszíntéren csak Magyarországon harcolnak drillingek. A nyugati hadszíntéren jóval több drilling harcol ekkor, de az a 4 SS páncélos hadosztály, amely az év végén még az Ardennekben harcol, az 45 januárjában Magyarországra kerül átcsoportosításra, és a részben már meglévő, részben pedig még szállítás alatt lévő drillingekkel ők is Magyarországra jönnek. Itt néhány kép a budapesti hadművelet csúcsaként értelmezhető ostromból. Ez itt ugye egy drilling talán a régi Erzsébet híd közelében, ezt meg nem mondom, de nagy valószínűséggel a... Biztos? Akkor Szabadság. Szabadság híd közelébe a rakparton. A 13. páncélos hadosztály és a Fertenhalle páncélos hadosztálynak a drillingjeit azt összevonták egy egyesített páncélozott harccsoportba, az úgynevezett Jung páncélozott harccsoportba, viszont a többi lövészpáncélos megmaradt a 13. páncélos hadosztály 66. páncélgránátos ezredének az alárendeltségébe. Viszont ez a Jung-féle páncélozott harccsoport, ez harcolt Budaörsnél is, harcolt később a Sashegy környékén is, majd nagyjából január 23-ától kezdve a drillingek itt a déli pályaudvarnál, Kékgolyó utca, illetve a Krisztina körút vonalát védték nagyjából a postapalotáig. Ez a kitörésig egyébként így volt. A 66. páncélgránátos ezred parancsnokának a fennmaradt visszaemlékezése szerint a kitörés napján még 8 lövészpáncélosuk volt harcképes és lőszerrel ellátott, ebből 7 volt drilling. Itt is még egy, ugye ez egy emblematikus épülete a főváros ostromának, illetve magának az Attila útnak, és itt is egy drillinget láthatunk, mondjuk egy szanaszélyen robbalt hummellel karöltve, illetve egy viszonylag ismert kép, ugye a fő utca, ahol szintén több drilling is felfedezhető.
Ez legitudomásom szerint szintén a 13. páncélos hadosztálynak a drillingjei. És akkor itt van egy olyan harcjármű, magát a képet sokszor leszokták közölni, de itt van az az egyik harcjármű, ami nagyon ritka, még talán drillingeknél is ritkább, ugye ez a félánctalpas vontatóra szerelt drilling, ami a valamelyik páncélos osztálynak, tehát vagy a 110. vagy a 109. páncélos dandár páncélos osztályának volt a harcjárműve, hát innen ezt nem lehet eldönteni, ugye mind a két páncélos osztály ellátó századdal együtt beszorult a bekerítésbe. És a következő fotó, ugye, ami a fortepánon is látható, ez az én szempontból rendkívül érdekes, ugyanis föltetném azt a kérdést, hogy itt a drilling, de hol a drilling? Hát ha hisznek nekem, ugye, ha megnézik, akkor egyenesen fölnézünk itt, akkor ezt látjuk. Ha jobban megnézzük, akkor ott a drilling. Ez gyakorlatilag a kitörés közben megsemmisült egyik jármű lehet, véleményem szerint. Nos, a magyar főváros szovjet elfoglalása után azonban a magyarországi harcok legkevésbé sem állnak le, sőt, 45 februárjában ugye a németek végrehajtják Garam mellett az Üdvind hadműveletet, amelyben felszámolják a szovjet 7. gárda hadseregnek az egyik ottani fontos hídfőjét, és ebben már részt vesznek azok az SS páncélos hadosztályok is, legalábbis abból kettő, amelyeket a nyugati frontról szállítanak át. Azonban ezek az SS páncélos hadosztályok már nem a 15 mm-es, hanem a 20 mm-es változattal rendelkeznek, és a hadrendjükben is van némi változás. Ugyanis az általam vélt, illetve részben a dokumentumok által alátámasztott hadrend szerint az SS páncélgránátos zászlóaljaknak a drillingjei, amelyek úgy osztanak, 15 darabról beszélünk, abból 12 van a páncélgránátos zászlóaljban. Gyakorlatilag minden század kapott egy félszakaszt, a nehéz fegyver századdal bezárólag, és egy újabb félszakasz pedig a páncélos utász zászlóaljba került. Itt egy kép, amely talán nem ismeretlen, ez ugye a Garam menti hídfő ellen német támadáskor készül, de itt is vannak drillingek. A tavaszébredése hadművelet céljából átcsoportosított német SS páncélos hadosztályok mindegyike, tehát az első, a második, a 9. és a 12. SS páncélos hadosztály is rendelkezett Magyarországon drillingekkel. Méghozzá ilyenekkel, amelyek hát annyiban különböztek a 15 mm-es változattól, hogy mivel a 15 mm-es változat egy jelentős részét a 15 mm-es nehézgéppuskához rendszeresített állvánnyal szerelték, és az magasabb volt, mint a tervezett, ezért ide azoknál a járműveknél szereltek előre, illetve oldalra egy páncéllemezt. Ezek már a 20 mm-es változat fegyverállványaira kerültek, itt már nem volt szükség erre a magasításra. A fennmaradt visszaemlékezések szerint, ezt kevésbé értettem, de a fennmaradt visszaemlékezések szerint maguk a fegyverek azok azonosak voltak a 15 mm-es és a 20 mm-es változatnál is, a csövet cserélték. Viszont például Wilhelm Schöning alezredes, aki a már többször emlegetett 66. páncélgránátos ezrednek a parancsnoka volt, ő azt írja, hogy ez azzal járt, hogy értelemszerűen 15 mm-es lőszerrel még tudtak lőni 20 mm-es csőből, csak sokkal rosszabb volt a lőszavatosság, de ez fordított esetben nem működött, tehát nyilvánvaló 20 mm-es lőszer képtelenség kilőni a 15 mm-es csőből. 1944. februárjában a budapesti ostromban megsemmisült két páncélos hadosztályt újra felállítják, a korábban már tervezett úgynevezett Fertenhalle páncélos hadtest keretében, és ezeknek a páncélos hadosztályoknak a lövészpáncélos zászlóaljai már ugye a páncélos ezredbe kerülnek, egy vegyes páncélos osztály és egy lövészpáncélos osztály alkotja a vegyes páncélos ezredet, és ezek gyakorlatilag már csak három századból állnak, és minden század kapott három-három drillinget. Én nekem az a véleményem, hogy ha egy picit visszamegyünk a táblázatok sorában, akkor a 44. december végi állapotnál van egy adatsor, méghozzá az, hogy ugye a Budapesten harcoló két páncélos hadosztálynak ennyi drillingje van, ez oké.
de a fővároson kívül a két páncélos hadosztálynak a drillingjei közül 40 van kint, amelyek nagyjából december közepén javítás alatt álltak. Ezek nem kerültek a bekerítésbe véleményem szerint, hanem Győr mellett, illetve Tótmegyeren a hadseregcsoport, illetve a német 6. hadsereg páncélos javító bázisán voltak, és folyamatosan bevethetővé tették őket. És nekem az a véleményem, hogy a 45. februárjában újjászervezett két páncélos hadosztálya nem kapott már új kiutalású drillingeket, hanem valószínűleg ezeket használták föl. Itt látható, hogy hogyan kellett elosztani a drillingeket. Ugye a felderítő osztály kapott 3 darabot, és a többi 12 pedig a páncélozott páncélgránátos zászlóaljban volt. Ezzel együtt ugye összesen 12 darab volt, 9 itt, 3 pedig a páncélos felderítő osztályba. A 45. március 16-án kezdődő szovjet bécsi támadó hadműveletben nagyjából ugyanazok az alakulatok vesznek részt drillingekkel, amelyekről már beszéltünk, tehát a 4 SS páncélos hadosztály, illetve a Fertenhály páncélos hadtestnek a két hadosztálya. Megpróbáltam összeszedni darabszám szerint azt, hogy mégis mennyi drilling lehetett itt. Itt a, hogy mondjam, a bizonytalansági tényező elsősorban az SS páncélos hadosztályok esetében áll fenn. Én abból indultam ki, hogy mindegyik számára 15-öt utaltak ki 44. december második felétől január elejéig, ez kb. 60 darab, de valószínűleg az ardenneki támadáskor már legalább 2 rendelkezett ilyenekkel, de ez a két SS páncélos hadosztály valószínűleg ezeket a ardenneki offenzíva során el is veszítette. Így nagyjából az jön ki, hogy Magyarországon a legyártott mennyiségnek, erre is mindjárt egy kitérést kell tennem, tehát a rögzített, legyártott mennyiségnek valamivel több, mint az egyharmada az Magyarországon harcolt. Azért mondom, hogy a rögzített mennyiségnek, mert ez a 387 darab, amit 44 augusztusától 45 március elejéig legyártottak, ezek valószínűleg nem takarják azokat a darabokat, amelyeket még 44 augusztusában módosítással, hirtelen Hitler utasítására kezdtek el előállítani. És akkor itt van egy összehasonlítás arról, amiről az előbb beszéltem, köszönet Barnaki Péternek, ez az ő ötlete volt, én igazából csak átvettem. Tehát a 15 mm-es változat, hangsúlyozom, nem a fegyver 15 mm-es, hanem az állvány a korábbi 15 mm-es. Itt megvan a magasított páncéllemezvédelem, itt pedig nincs. Azonban nem csak a németeknek voltak drillingjei Magyarországon, hanem a szovjeteknek is. Ugyanis a kölcsönbérleti szerződés keretében a szovjetek kaptak 100 darab M15-öt, ami tulajdonképpen egy szintén a német elveket követi, tovább megyek, valószínűleg ez az eredeti ötlet, és nem zárom ki, hogy erről valamilyen illusztrációt vagy fényképet Hitler korábban láthatott, és ez is közrejátszott a saját ötlete kialakításában. Amit itt látunk, az egy picit tovább megy, vagy megelőzi a német alapkoncepciót. Itt egy 37 mm-es légvédelmi gépágyú és két 12,7 mm-es nehéz géppuska alkotja azt a bizonyos drillinget. Magyarországon ebből nagyon kevés volt. 3 önjáró tüzérdandár, SU-100-asokkal felszerelt önjáró tüzérdandárnak a légvédelmi századában voltak csak ilyen eszközök. Mondom, összesen 100-at kaptak, ebből 30 Magyarországon volt. A másik, ami már nem drilling, hanem firling, tehát 4-es siker, ugye firlingből a németek is iszonyat mennyiséget használtak, elsősorban a 2 cm-es változatot. Ennek volt egy 4 csöves, 4 nehézgéppuskából álló konstrukciója is. Ebből a szovjet harckocsi és gépesített csapatok Magyarország területén is 100-nál is többet alkalmaztak. És ugye a háború végén nyilvánvaló, hogy a szovjetek kezébe került ugye német eszköz is. Itt látható, jól emlékszem, ez egy berlini felvétel az ostrom után, egy drillingen meglehetősen nagy számú szovjet parádézik. És akkor itt a vége felé ugye föltenném azt a kérdést, hogy második világháborúval kapcsolatban sokszor emlegetünk
Hitlerrel összefüggésben különböző technikai eszközöket, sőt magában a háborúban is már sokszor emlegették, például az MG42-t Hitler fűrészként, a Nebelwerfereket Hitler furujaként, és akkor nekem eszembe jutott, hogy hát végül is, amihez igazából nem is sok köze volt Hitlernek, ugye az MG42 szinte semmi, a Nebelwerferekhez se túl sok, és akkor itt van egy olyan fegyverrendszer, ami tulajdonképpen erősen hozzá köthető, úgyhogy én azt gondoltam, hogy utólag, 71 néhány évvel a háború után, én ezt elnevezem Hitler lézerkardjának. Köszönöm szépen a figyelmet!